Mit tud ez a gyűrű? Mindjárt elmondom. Ez a gyűrű azt tudja, hogy így a set itemek bónuszához kell egy bizonyos mennyiségű item ebből a setből, hogy összejöjjön a bónusz. Most ha az alsót nézed, megvan az 5-ös set. De hogyha megvan a gyűrű, akkor nem kell 5 item ahhoz, hogy meglegyen az 5-ös set bónusz, hanem elég egyel kevesebb. Tehát 4 set elég az 5-ös bónuszhoz. És ez az összes set itemre vonatkozik. Így, hogy megvan a gyűrű, ki tudok rakni olyan bónuszt, hogy ebből megvan az 5-ös set, és egy másik setből tudok csinálni egy olyat, hogy meglegyen a 3-as set. Mert csak 2-t kell fölraknom magamra abból. Így egy... Csak ezzel a gyűrűvel hatalmas DPS és védelemugrás lehet csinálni. Ezt a Furious Charge-os Barbar build-et mindenkinek nagyon javaslom. Fontos, hogy csak akkor működik, hogyha megvan az 5-ös rékorszet. Az 5-ös rékorszetet nagyon könnyű kiszedni. Folyamatosan csinálni kell a Bloodshardok megszerzését, és a Bloodshard vendortól kiszedni a chestet, kesztyűt, gatyát, vállast. Kb. Ebben a sorrendben. Elég gyorsan adja. Anélkül a full rékorszet nélkül a chargeboard bar az nem igazán menő, sőt elég nehéz vele csinálni bármit is, de ha megvan, akkor utána nagyon epic. A vállasból, miután megvan a gyűrű, utána miután megvan a Ring of Royal Grandeur, utána a vállas le kell cserélni a Vile Ward-ra. Ami a Furious Charge-nak 30-35%-kal megneveli a sebzését. Minden egyes eltalált enemivel. Tehát ha eltalálsz mondjuk 10 enemit, hát akkor az 300-350% plusz sebzés. Úgyhogy a Vile Ward, miután megvan a Ring of Royal Grandeur, az egyik következő alapvető item a Furious Charge buildhez. És ha ez is megvan, akkor ezzel már valószínűleg hát T5-T6-ba kerültél. Attól függően, hogy milyen fegyvered van. De a Vile Ward az fölcsap. Tehát a Record Set, a Ring of Royal Grandeur és a Vile Ward trió rögtön fölrak minimum T5-be. Ez egészen biztos.